felkészülés második hetének végéhez közeledve pörgős edzéseket vezényel a Spali játékosainak a szakmai stáb. A csapat Debrecenben játszott két edzőmeccset, az egyik gól nélküli döntettennel, a másik 2-0-ás hazai sikerrel zárult. A nyíregyháziak is megszerezték első győzelmüket, a Szolnok ellen 2-1-re nyert Zolánc Fisiek együttese. A szakember elégedett az eddig tapasztaltakkal. Az első két hét munkát, amit terveztünk, azt mondja, hogy nagyon jó ütemben megy, jó munkát végeztünk. Azt mondja, hogy a csapat fizikálisan tölti ezeket a területeket, ami fontos. Már a katapult alapon, meg a meccs elemzés alapon lehetett látni, hogy hétről vagy napról napra javul a játékos, erősebb állapotban van. Ez a cél ennek az időszaknak, úgyhogy nem a túl nagy hangsúlya az eredménye, hanem az, hogy erőben legyünk feltöltve, de ugyanúgy menet közben jönnek a technikai, taktikai dolgok is, úgyhogy párhuzamosan az egész labdarúgást építünk, nem csak egy részt. A héten több labdarúgóval is szerződést kötött a klub. A már a csapattal készülő Csákváról érkező Pap Máté, a legutóbb Győrben játszó Kovács Ellen és a Monorról igazolt Tóth Barna már hivatalosan is a Nyíregyháza Spartacus játékosa. Mindenki nagyon gyorsan beilleszkedett, ez nagyon fontos pont volt, hogy nem kellett túl sokáig arra várni. Már az öltözőben is lehet látni, hogy nagyon pozitív a hangulat, jó hozzáállásuk, jó munkabírásuk, jó fogadta a csapat. Azt mondom, hogy már meg is mutatták, hogy miért jöttek ide, hogy egy egészséges konkurenciát kialakítsák a pályán és az öltözőbe, és ez már be is mutatkozott. A nyíregyháziak szombaton idegenben a Kass ellen lépnek pályára, majd jövő szerdán a Kisvárdát fogadja a Spari. Azt követően pedig elutazik a szlovéniai edzőtáborba a csapat, ahol a tervek szerint 4 meccset játszanak majd Fodorék.